Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 17. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban megismerkedhetünk a Karthali Polgármesteri Hivatal újításaival, és a Dányi Jumpers Majorett csoport tevékenységével. Képet kaphatnak a Karthali Ne Felejts Népzenei Együttes működéséről. Valamint bemutatkozik a Bagi Galga Express Band. Tartsanak velünk! Polgármester úr, milyen meggondolásból, milyen ötlettől vezérelve történt a Karthali Polgármesteri Hivatal felújítása? Azt kell tudni, hogy ez az épület több mint 100 éves volt. A kor követelményeinek már nem felelt meg, és itt vezetékkupacokon keresztül kellett közlekedni úgy a dolgozóknak, mint magának, azoknak az ügyfeleknek, akik megkeresték a polgármesteri hivatalt. Egy KMU-pős pályázat következtében, ami Európai Uniós támogatással valósult meg, volt lehetőség 50 millió forint pályázatra. Illetve volt egy kitétele ennek a pályázatnak, hogy abban az esetben, hogyha új elemet tudunk kapcsolni a polgármesteri hivatalhoz, ez az összeg megkétszerezhető, tehát 100 millióig lehetett pályázni. Ezért került bele a polgármesteri hivatal felújításához egy szabadtéri színpad, ami a Petőfi téren helyezkedik el, a szabadtéri színpadnak a megépítése, illetve 3 darab térfigyelő kamerának a felszerelése. A térfigyelő kamerák is beüzemelésre kerültek. Jelen pillanatban, mivel még mindig költözés alatt állunk, ezért a szerver szobában vannak elhelyezve azok a berendezések, amin keresztül láthatjuk azokat a mozgásokat, amit a kamerarendszer vesz. A kamerarendszerről csak annyit hagy mondjak el, hogy nagyon jól mutatja a versek felől érkező, illetve a szót felől érkező gépkocsikat, illetve a téren közlekedők és a téren mozgó embereknek a mozgását, a gépkocsiknak a mozgását, és mivel ez egy 16 csatornás berendezés, a későbbiekben az anyagi lehetőségünkhez mérten szeretnénk teljes egészében magát a települést kamerarendszerrel levédeni. Polgármester úr, az új elemeken kívül milyen felújításokkal találkozhatunk a községházában? Eredetileg a felújításra kaptuk, és az első része az teljes egészében megmaradt volna, csak fel lett volna újítva. Azonban rossz helyen történt a statikus részéről a feltárás, és kiderült, hogy az első résznek a 80%-a az nem nagyméretű téglából és téglaalapból áll, hanem vályokból, illetve vertfalból, és az is kiderült, hogy nincs alapja. Sőt, akkor, amikor a borító elemek a bontás következtében lekerültek, kiderült, hogy a falnak már csak az aljának csak a fele van meg, tehát egy bizonyos idő után életveszélyessé vált volna. Ezért kellett egy módosított tervet készítenünk, amit újra el kellett fogadtatnunk magával a prorégióval, és el kell mondanom, hogy ez a procedúra, a többszöri pályáztatás, ez tovább tartott, mint magának az épületnek a megépítése. Az épület megépítéséről pedig annyit szeretnék elmondani, hogy 170 négyzetméterrel bővült, így jelen pillanatban 495 négyzetméter magának az épületnek a nagysága, tágas szobákkal a kolléganők külön-külön, most már nem zsúfoltan, megfelelő elhelyezést kaptak a 21. század elvárásainak megfelelően. Mindennel rendelkezünk, a szerverszobába futnak össze az internet, a telefon, a különböző elektronikai csatornák, amik könnyebbé teszik a kollégáknak a munkáját. Amihez még hozzátartozik az is természetesen,
hogy egy modern fűtési rendszer van beépítve, ami egy külső belső hőmérsékletszabályzóval működik, és ezáltal így energiatakarékossá vált. Ami nagyon lényeges dolog, ahol jelenleg is ülünk, ami még ugyan nincs berendezve, ez a házasságkötőterem. Nem volt házasságkötőterem Kartalnak, a tárgyalóterem volt átalakítva mindig arra az alkalomra, amikor házasságkötés történt. Most végleges formában ez a házasságkötőterem, ez be lesz rendezve, és ezt csak erre a célra használjuk. És szeretnénk úgy kialakítani, hogy az ifjú pároknak a későbbiek folyamán egy olyan emlék maradjon, ahol gyakorlatilag az első igent, illetve aláírásukkal pecsételve a házasságkötésüket emlékezetessé váljon. És hogyha a hátunk mögé nézünk, ott pedig a maga egy harmonika fallal elválasztott tárgyalóterem van. A tárgyalóteremben jelen pillanatban még azok az asztalok vannak, amik a régi tárgyalóban voltak. Ezek helyett vásároltunk most új berendezéseket, és ezeknek a szállítása a mai nap várható. Ezen felül szeretnénk még egy recepciót kialakítani. Ezt a recepciót azért akarjuk megoldani, hogy napi szinten ne legyen folyamatos mozgás a magán a polgármesteri hivatalon belül, mert ez nagymértékben zavarja az itt dolgozóknak a munkáját. Csak azokban az időkben jönnének be, amikor fogadási idő van. A recepciós pedig azokat a nyomtatványokat és azokat a fénymásolásokat és egyéb dolgokat elvégezni, és ezáltal nem kellene magába a polgármesteri hivatal különböző helységeibe magát a kollégákat zavarni. Épületnek és magának a területnek a lejtése következtében az épületet ki kellett emelnünk, ezért kénytelenek voltunk erről egy akadálymentes feljárót készíteni. Ezáltal maga a polgármesteri hivatal teljes egészében akadálymentessé vált. Az épület előtt és rendbe tettük magát a területet, és kialakítottunk 9 parkolót, ahol természetesen kialakítottuk a mozgáskorlátozottaknak a parkolóját is. Mit gondol polgármester úr, Kartal lakosai hogyan értékelik az újonnan elkészült községházát és területét? Én még csak pozitív értékelést kaptam vissza mindenkitől, aki még bejött. Én el is mondtam az előző testületi ülésen, hogy mindenkit szívesen várunk, mindenkinek megmutatjuk természetesen a új polgármesteri hivatalt, nehogy olyan vád érjen minket, hogy esetleg valamit eltitkolunk, mindenki számára nyilvános, hiszen az ügyeit itt fogja rendezni a következő években, és én úgy gondolom, hogy ha az az épület, ami vályokból és vertfalból állt alap nélkül több mint 100 évet kibírt, akkor ha ez az épület még ugyanannyit kibír, akkor megoldódott nagyon sokára magának, a Kartalnak, a polgármesteri hivatal épületének a sorsa. Vendégem a stúdióban Szaluter Tünde, a Dányi Mazsoret csoport vezetője. Szeretettel köszöntelek téged. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon fiatalosnak látszol, és már 5 éve vezeted ezt a Mazsoret csoportot. Hogyan kapcsolódott ez a műfaj az életedbe, Tünde? 10 éve a Dányi Művelődési Háznak a vezetője, Szamos Völgyi Erzsike néni szervezett egy falunapot. Ide meghívta a Mogyoródi Mazsoret csoportot, akinek akkoriban Pap Edit volt a vezetője. Ő nagy segítséget nyújtott a csoportnak, megtanította a botforgatás rejtélyeit, bevezette ezeket a lányokat a tánc rejtelmeibe.
5 évig tanította a csoportot, egyéb okok miatt neki sajnos ezt abba kellett hagynia, neki különben több csoportja volt, Magyaródon, Bujákon, nagyon sok helyen. 5 év után ez úgy alakult, hogy én átvettem, és azóta vezettem így a csoportot. Kislányként is táncoltál már valamilyen műfajban, vagy pedig ez a mazsorett volt az első ilyen tánc, amit elkezdtél? Többféle táncot táncoltam. Keresztúron volt egy modern tánc, ott kezdtem, akkor még általános iskolás voltam, és amikor felkerültem szakközépiskolában, akkor is egy hip-hop tánciskolába jártam. És aztán a végén mégis a mazsorettet választottad. Milyen történetet tudhat maga mögött ez a műfaj? Hát ezt nagyon régről eredeztetik, külföldről jött ez be. Külföldön ezt máshogy értékelik, máshogy veszik. Itt Magyarországon igazából még nem egy elfogadott műfaj, nem is tekintik sportként, bár annak kéne tekinteni. Ugye külföldön a foci meccseken láthattunk ilyen lányokat, akik pomponnal és mazsorett bottal menetelnek. Régebben ez abból állt, hogy zenekarokkal, menetzenékre, indulókra táncoltak. Én mikor elkezdtem, akkor nagyon hívtak ebbe a csoportba. Én nem szerettem volna menni, mert ez a zenei műfaj nem állt túl közel a szívemhez. Aztán, amikor csatlakoztam a csoporthoz, akkor vettem észre, hogy ezt más zenére is lehet. Jelenleg milyen zenékre készítitek a koreográfiáitokat? Hát mi csak showtáncokat táncolunk, modern zenékre. És milyen elemeket használtok fel tánc közben? Hát ugye, mivel én több tánciskolába jártam, ezért bármilyen lépést a mazsorettbe bele lehet szőni, a pompon és a bot mellé. Hip-hop lépéseket, latin táncokat, mindenfélét. Tehát elég vegyes ez a dolog. Igen. Tulajdonképpen, különbözőképpen kombinálható. Igen, elég sok eszközt lehet használni a mazsorettben, többféle kategóriák vannak. Ugye a mazsorett bot az a legfontosabb, mindenki igazából jobban azzal szeret dolgozni. A pomponok, zászlókkal, kendőkkel. Ennek a botnak van valami speciális kiképezése ahhoz, hogy könnyedén tudjatok ezzel mozogni? Igen, ki van súlyozva a vége. Értem. Könnyebben fel lehet dobni, könnyebben lehet pörgetni. Milyen egyenruhátok van? Van valami megszabott, vagy pedig mindig más, egy-egy koreográfia az különféle? Hát mindenféle zenére nem lehet ugye egy ruhát felvenni, ezért a legtöbbhöz újat kell varratatni. Van egy szövetség, ahol az az elfogadott, hogy a mazsorettek csizmában és szoknyában táncolhatnak, a pomponos táncokhoz ugye nadrágot is fel lehet venni. Értem. Milyen fellépéseitek voltak a közelmúltban, vagy ha jól tudom, versenyeken is voltak megmérettetéseitek? Melyek voltak ezek? Igen, 3 éve csatlakoztunk az IMÁ-hoz. Ez egy olyan szövetség, ahonnan versenyeikről kvalifikációt lehet nyerni, és így Európa-bajnokságon lehet szerepelni. Az első évben nekünk sikerült rögtön a 3. helyezést megszerezni, így Lengyelországban voltunk Európa-bajnokságon, ahol 13-ok lettünk. Ez nagyon szép teljesítmény, én úgy gondolom, lányok kitettek magukért. Abszolút. Aztán a következő évben Makon voltunk, egy magyar bajnokságon, ez egy nagyon jól megszervezett verseny volt, mindenki jól érezte magát, és ez a 2. év hozta nekünk a legnagyobb sikert, mert hogy magyar bajnokok lettünk. Ejha. Mind botban, mind pomponban sikerült kijutnunk az Európa-bajnokságra, és itt is eredményesen szerepeltünk. Mi a titka ezeknek a nagyszerű teljesítményű sikereknek? Hogyan készültök ezekre a versenyekre? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a próbákon való gyakorlás, hogy ki mennyire teszi oda magát, ki mennyire szeretné ezt csinálni, hová szeretnének eljutni,
Ugye, hogyha megemlítem nekik azt, hogy ezzel Európa bajnokságra egy másik országból ki tudnak jönni, akkor többet fognak tenni azért, hogy... Állnak. Igen. Értem. Ugye csak hölgyek vannak a csapatban, ha jól tudom. Igen. És két korosztályban folyik ez a különbség. Két korosztályban a kadétok 6 évestől 11 évesig, és a szeniorok pedig 15 évestől. Van a köztes kategória is, csak ott kevesebben vannak a lányok, és a két csoportban vannak elosztva. Értem. Kifejezetten dányi lakosokból áll egyébként ez a közösség, vagy pedig máshonnan is érkeznek? Nem, ez így a régióból van. Valkóról, Váczent Lászlóról, Gödöllőről, Zsámbokról és dányi lányok vannak a csoportban. Így hát elég nehéz megoldani ezeket a próbákat, viszont mindenki próbál ugye alkalmazkodni. Most jelenleg Zsámbokon vannak a próbáink. Értem, hogyha valaki szeretne jelentkezni hozzátok, akkor ezt hogyan teheti meg, milyen elérhetőségen, illetve van-e valami feltétele annak, hogy csatlakozzon valaki a csapatba? Hát igazából kezdő csoport volt nem régiben, csak ott többen abba hagyták. Az a pár lány, aki maradt, most már olyan szinten van, hogy a kadett csoporthoz tudott csatlakozni. Igazából nem egy nehéz sport. Nevezzük annak, igen. Igen. Könnyen megtanulható, igazából kezdők is jelentkezhetnek, őket még az elején nem visszük fellépni versenyekre, amíg megtanulják a botforgatást, de lehet jelentkezni. Tehát bárki tud jelentkezni. Igen. Dányban meg Zsámbokon már többen táncoltak közülünk. Az elején nagyon sokan voltunk, 30-an, 40-en egy csoportban. Sajnos ők már abba hagyták, de nagyon sokan voltak olyanok, akik visszajöttek, és azóta is csinálják. A versenyeken kívül ugye voltak nektek egyéb társadalmi szervezeteken, illetve társadalmi közösségi programokon való fellépéseitek. Ha jól tudom, a dányi falunapokon is elég szép sikerrel szerepeltetek. Hogy éreztétek itt magatokat? Igen, nagyon jól érezték magukat a lányok. Nagyon örültünk az ajándékoknak, amiket kaptunk. És a közeljövőben is lesz egy újabb fellépésetek, és majd kaptatok egy meghívást. Igen, most október 15-én Kisnémediben, egy szüreti fesztiválon fogunk fellépni. Most már az új csoporttal, mert hogy ebben az évben átalakult a csoportunk. Mit tartalmaz ez az átalakulás tulajdonképpen? Koreográfiai elemek átalakulása is van, vagy pedig csak maga a résztvevők? Minden évben új koreográfiával készülünk, mert a versenyeken ez elvárás, hogy mindig új koreográfiák legyenek. Ebben az évben többen elmentek a csoportból, és ezért a kisebbek közül kellett ugye felhozni embereket. Volt, akik visszajöttek, és így. Így alakulnak akkor a dolgok. Hogyha a nézők közül valaki kedvet kapott, akkor a művházban tud esetleg jelentkezni, dányban, vagy kifejezetten nálad van-e esetleg honlapotok, ahol fel tud titeket keresni? Fent vagyunk a Facebookon is, van honlapunk is. Dányban a művelődési házban és Zsámbokon is a művelődési házban tudnak jelentkezni. Mit üzennél a kedves nézőknek, miért érdemes csatlakozni a ti csoportotokhoz? Hát... Igazából én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek ez örömet okoz, hogy nagy közönség előtt fel tudnak lépni, fejleszti a testtartásukat, a mozgásukat. Nem utolsó sorban egy bajnok csapatról van szó természetesen. Persze. És hát ugye mindenki szeret szerepelni, más országba eljutni, más embereket megismerni. Tehát nagyon színes a lehetőségek tárháza a dányi mazsoret csoportnál, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy jelentkezzenek, nektek pedig további hasonló sikereket és kellemes időtöltéseket, fellépéseket kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm a meghívást.
A Kartali Ne Felejts Népzenei Együttes augusztusban aranypáva minősítést kapott. Mi pedig a jó hír hallatán meghívtuk stúdiónkba az együttes vezetőjét, Deák Istvánt. Szeretettel köszöntelek. Üdvözlök, és valamennyi tévénézőt is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kérlek, mesélj nekem egy kicsit az együttesetek múltjáról. Hogyan alakultatok? Az együttesünk 13 évvel ezelőtt alakult meg itt Kartalon, az akkori citerásokból és danolni vágyó, fiatal, lelkes, tehetséges hölgyekből. Az elmúlt 13 év során gyakorlatilag rengeteg megmérettetésen vettünk részt. Az szakmai elismeréseink azok gyakorlatilag valamennyi arany, illetve aranypáva nagydíjasok. Azért is örültünk különösen ennek az EGRI minősítésünknek, mert gyakorlatilag itt az ország krémje vett részt ezen a gála szintű minősítőn, és hát ebben végül is az együttes aranypáva díjat kapott újra. Ami elég magas színvonalat jelent a számotokra tulajdonképpen. Igen, valóban így van. Hogyan alakul most az együttes felállása szám tekintetében, illetve a nemek tekintetében? Tehát az együttes most, tehát a nemek megoszlását tekintve, 4 férfiból áll és a többi 8 hölgyből, úgyhogy 12-en vagyunk, akik visszük a prímet és zenélünk. A közelmúltban úgy döntöttünk, ez tavaly októberben történt, hogy az eddigi működésünket megkönnyítendő, vagy megnehezítendő, nem is tudom pontosan melyik a jobb szó, de egyesületet alakítottunk. Ez az egyesület, ez gyakorlatilag a Kartali Ne Felejts Népzenei Együttes és Kulturális Közhasznú Egyesület néven került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróságnál, amely jogerőre idén április 28-án emelkedett. Most az egyesület és annak a céljai, azok gyakorlatilag megegyeznek az eddigi céljainkkal is, tehát továbbra is azt gondoljuk és azt valljuk, hogy a paraszti kultúrának azt az értékrendjét, ami már itt nem nagyon van, vagy kihaló félben van, azt megpróbáljuk adaptálni. Megpróbáljuk adaptálni a mai élethelyzeteknek megfelelően úgy, hogy mindez természetesen élményszerűen, és hát jó érzéssel töltse el azt, aki ebben részt vesz. Te, mint az egyesület elnöke, miben látod tulajdonképpen ezt az adaptálási lehetőséget? Hogyan tudnátok ezt kézzelfoghatóvá tenni, akik mondjuk érdeklődnek ez iránt, az irány iránt? Mit kellene tenniük? Gyakorlatilag csak nyitottnak kell lenniük. Igaziból az van, hogy egy előző műsorban nagyon sokat beszéltem arról az értékrend válságról, ami jelen pillanatban itt kézzelfoghatóan kitapintható a környezetünkben. Tehát nincs értékrend. Most az, amit mi megpróbálunk fölvállalni, az egy olyasfajta értékrend, amelynek szerves része az, hogy merjünk énekelni, merjünk táncolni, merjük jól érezni magunkat, és egyáltalán legyünk olyan szabad emberek, hogy mosolyogva állunk meg a világ előtt. Milyen elfoglaltságot jelent ez időben? Gyakorlatilag az együttesünknek a próbái azok jelen pillanatban vasárnaponként a művelődési házban vannak, délután 18 órától, hát ameddig tart addig. Ez általában a 10 órát is meghaladja, tehát általában este 10 óráig. A közeljövőben van tervezve egy olyan hosszabb távú feladatrendszer, amely arra vonatkozna igaziból, hogy a fiatal korosztályt szólítanánk meg. Kezdve ezt már az óvodában, alsó tagozatban, felső tagozatban, és ezen munkálkodunk úgy, hogy sikerüljön kinevelni egy olyan generációt, amely értékeli ezt a fajta zenét, ezt a fajta önmegvalósítást, és jól érzi magát. Kell tudni hangszeren játszania valakinek ahhoz, hogyha csatlakozni szeretne hozzátok? Nem kell tudnia. A céljaink között ez is van, hogy mint mondtam az elején, tehát az együttes citerával és egyéb hangszerekkel is megszólaltatja a különböző zenéket, általában a galgamenta zenéjét és a népi hagyományait. Itt célok között szerepel az is, hogy a citerás utánpótlás csapatot faink is
legényekből kineveljük. És ugye nem csak a környéken vagytok ti híresek, hiszen ha jól tudom, akkor országszerte, sőt a határokon túl is hallani a Ne Felejts Együttesen. Valóban így van, ahogy mondod, hogy nagy kapcsolataink vannak, amelyek az elmúlt évek alkalmával alakultak ki. Többek között Tápéval, Körösladánnyal, Kapuváron. Most úgy néz ki, hogy egy szerbiai kapcsolat Bács Gyula falván. És hát nyitottak vagyunk mi is minden téren, hogy újabb együttesekkel, illetve más együttesekkel megismerkedjünk. Milyen felkéréseitek, meghívásaitok vannak itt a közeljövőben, amire mondjuk el tudnak látogatni az érdeklődők? Hát itt a közeljövőben említeném egyrészt kartali szervezésben a Kukorica Fesztivált, ez itt október 1-én lesz. Azután október 15-én Körösladányi barátainkat látogatjuk meg, ők szülinapot tartanak, tehát jubiláló együtteshez megyünk. Egy új kapcsolat alakult ki a Deszki népdalkörrel, a következő hétvégére terveztük az odautazást, és október utolsó hétvégén pedig, hát mint említettem, Bács Gyula falva Szerbiában oda tervezzük az utazásunkat. Ilyenkor a fellépéseitek alkalmával, meghatározott koreográfiával, illetve meghatározott dalcsokorral, zenével készültök, vagy ez mindig spontán jön, hogy éppen mit fogtok előadni? Igaziból ez egy olyan történet, hogy az ember tarsolyában mindig van valami. Tehát úgy állítjuk össze a műsorainkat, hogy egyrészt a popularitásra törekedünk, tehát elsősorban olyan zenei anyag hangzik el, ami fülbe mászó, ami megfogja a közönséget. Másodszorban a tánc, amelyet a lányok járnak, illetve táncolnak, az nem más, mint a karikázó. A karikázó az pedig önmagában véve egy olyan leánykörtánc, amely igaziból hangszer nélküli kísérettel is történik, de ha van mellette hangszer, úgy a teljes. Kartali népviseletben szoktatok egyébként megjelenni a színpadon? Igen, ez egy érdekes jelensége a dolognak, mert bárhol megjelenünk, ennek a kartali viseletnek egy olyan archaikus kisugárzása van, egy olyan elvarázsló ereje van, hogy igaziból a látvány és maga a viselet is 90%-ban elviszi a műsorunknak a sikerét is. Azok, akik szeretnének ennek az elbűvölő csapatnak a tagjai lenni, milyen elérhetőségen tudnak jelentkezni? Kit keressenek, téged esetleg? Személyesen engem is megkereshetnek, vagy az együttesünk bármelyik tagját megkereshetik ezzel kapcsolatban. Nagyon nyitottak vagyunk, és nagyon várunk minden olyan érdeklődőt, aki úgy gondolja, hogy az önmegvalósításának része lehet az együttesi munka. Van esetleg honlap címetek, vagy internetes elérhetőségetek? Ezt a közeljövőben fogjuk megvalósítani terveink tehát szerint, lesz. És valószínűleg ott is elérhetőek leszünk. Mit üzennél azoknak a kedves nézőknek, akik most nézik a műsorunkat, és elgondolkodtak azon, hogy hú, de jó lenne egy jót táncolni, énekelni ezzel a csapattal? Azt tudnám mondani, hogy a csodát azt nem várni kell. A csoda mi vagyunk. Mi magunk. És oda kell jönni, és megcsináljuk a csodát. Ennyit szeretnék. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és kedves nézőink, hát akkor éljünk a csoda lehetőségével, és alkossuk meg a csodát közösen Deák Istvánékkal. Szintén van a legények, mint a csöpnyi lepedő. Vendégem a stúdióban a Galga Expressben zenekar két tagja. Szeretettel köszöntelek titeket, Balázs Gergely és Fercsi Krisztián. Szia! Sziasztok! Szia. Kérlek, meséljetek nekem egy kicsit arról, hogy mikor alakult a zenekarotok. Dióhéjban. Dióhéjban. Két verziónkban. Hivatalosan 2012 helyett 2002-ben. 2002-ben, Atyaisten derét. Jövőre leszünk 10 évesek. De az ilyen kezdeti próbálkozások voltak, akkor volt egy horvát zenekarunk, akiből alakult maga ez a zenekar. Tulajdonképpen ott kénytelen voltam átvenni így a
menedzsmentet az egészbe. Hát eleinte nem ment túl jó, aztán így jöttek a lehetőségek, rendőrségi, ki mit tud, stb. 2003-ban, és akkor végül is onnantól számoljuk igazából a megalakulást. Egy gyors vonat sebességével a Galga parton, úgyhogy innen a nevünk. Milyen formációban működtök a jelenlegi felállás szerint? Jelenleg 4 fős a zenekarunk, dob, billentyű, szaxofon, gitár. Név szerint Balázs Gergely van ugye a zenekar dobbal, a Kitka Pisti gitározik, Benko Zoltán, aki most van velünk nem régen, ő szaxofonozik, én pedig szintetizátoron játszom. Külön énekesetek nincsen, hanem mindannyian énekeltek is a zenekar műsorai közben, ha jól gondolom. Így van. Régebben boldoztam. Inkább neki láttunk itt találni, hogy hangnemekbe kinek milyen jó hangja, és akkor mindenki hangnembe szabottan énekel. Milyen műfajokban lehet titeket felkeresni, hogyha valaki szeretné a zenekart vendégül látni? Teljes mértékben játszunk mindent. A fő vonal azt mondom, hogy az az esküvőre való, tehát ilyen vidéken a népies vonal, tehát a mulatos része, de eljátszunk mindenféle slágerek, 80-as, 90-es évek, neoton slágerek, tehát igazából azt mondom, hogy van benne minden. Akkor színes a repertoár, azt mondhatjuk. Igen, őszintén én kifejezetten a paraszt lakodalmakat kedvelem, tehát erezd el a hajamot, aztán hagyd szóljon. A lakodalmokon kívül még milyen fellépéseitek voltak most, hogy itt a közelmúltba tekintünk egy kicsit? Voltunk fesztiválokon, születésnapokon, igazából ez a kettő, ami úgy jobban megy az esküvők mellett. Földrajzi tekintetben, hogyha nézzük a fellépéseiteket? Zömében? Hát idén Rajkától Tiszalucon át, Bagig, Szekszárdig minden megfordultunk. És attól függ, hogy interneten keresnek, akkor általában messzebbre megyünk. Vagy a közeliek felfogják, hogy el kéne hívni minket, addigra megfoglaltak vagyunk, úgyhogy kétfele nem tudunk szakadni, mert ilyet nem csinálunk, hogy fél lébekkelnénk várunk, az nem ránk jellemző. De ez egyébként elég jó hír, hogy így országszerte mindenhol megjelentek, hiszen ugye egy Bagi zenekarról beszélünk, és hát ugye ennek fényében akkor van hírnevetek. Milyen gyakorisággal jönnek az érdeklődések, a megkeresések? Hát azt mondom, hogy szinte majdnem minden hétvégére. Általában a nagyon fő szezon, a fő dátumok, ez a július vége, augusztus elej, augusztus közepe. Hát ott volt úgy idén, hogy 20-25 felkerés volt egy hétvégére. Hogy tudtok mindennek eleget tenni? Csak a legelsőnél tudunk eleget tenni. Aki legelsőre jön, azt mondja, hogy na, szeretném őket lefoglalni, ennyi, a többi 20 fennmaradó 24, azt köszönjük szépen, sajnos ez. Akkor elfutási alapon működik. Ezért nem is nagyon tudom bárokat csinálni sok esetben, mert igazából addigra már rég el kell, mire nekünk kéne szervezni bárt, vagy valami ismét. Igazából megmondom őszintén, nem is nagyon szeretek így szervezni dolgokat, mert jobb az, amikor minket elhívnak. Nem az én nyakamban a felelősség. Most azonban van egy kivételes eset, ha jól tudom, ugyanis a Bagi Szüreti Bál szervezésében is, és a lebonyolításában is részt vesztek. Mesélnétek erről egy picit? Mesélnénk. Hallgatom. Következő, tehát aki Bagon csinálja most a műfáznak a ügyes-bős dolgait, Katona Évi, kifejezetten jó vagyunk vele. Megmondom őszintén, rokoni szárat is kötnek, így félünk meddig hozzá. Aztán Lagziába természetesen bizonyítunk. Nagyon jó sikeredett, és az a vicces, hogy az a társaság, aki ebbe a lakodalomba megfordult, tehát ismeretségi, baráti, rokoni kör, szerintem igazából tetszettünk, és onnantól kezdve így hirtelen nyilván úgy elkezdtek keresgetni minket. Mint meséltem, tehát igazából közelben ritkán játszunk, valószínűleg az ember saját falujában sokszor nem lesz proféta, mert ezt tapasztaltuk éveken keresztül. Aztán most hál' Istennek fölnőtt egy olyan generáció, aki valami úgy megkedvelt minket. És ebből adódóan jött az ötlet, hogy csináljunk egy jó kis születi bátba, gondolom, műfázba. Mi az időpont? 10. hó 22, egészen pontosan, október 22-én este 8 órától egy jó kis disznótoros vacsorával várjuk a kedves vendégeket borkóstolóval. Természetesen csak elővételbe lehet meghívókat rendelni tőlünk, illetve az Évitől, mert próbáljuk azért zárt körre tenni, tehát mindenkit nem akarunk őszintelegbe engedni. Milyen elérhetőségeken tudnak titeket felkeresni, hogyha valaki szeretne bálba menni és a zenéiteket meghallgatni? Én egyet tudok mondani a zenekar honlapján, tehát igazából az összes aktuális fellépésünket, ami nyílt, azt mindent meg lehet nézni, tehát a www.galgaexpressband.hu, ott mindent lehet látni. Aktuális menüpont, és ott mindent kint van, hogy melyik rendezvényünkre, hol lesz, mikor és milyen telefonszámon lehet bejelentkezni. Mit tudnátok mondani azzal kapcsolatban, ez a szüreti bál? Ez most másabb lesz-e, mint a megszokott műsoraitok? Ha igen, akkor miben másabb? Ha nem, akkor pedig miért érdemes mégis eljönni a szüreti bálra?
Szerintem igazából nem lesz másod, mint amit szoktunk egy lakodalomba prezentálni. Viszont ami nekem tetszik, rengeteg lesz az olyan ember, akinek a lakodalmában mi zenéltünk. Nem balhézós emberek jönnek, nem a 16-os korosztályra gondolok elsősorban, hogy erősködni megy, hanem tényleg itt szolidan azokat az embereket várjuk. Családos, vagy most éppen készül nősülni, vagy már megnősült, és éppen mi zenéltünk az esküvőjükön. És nosztalgiáznak egy kicsit. És tényleg jelzik vissza, hogy igen, jövünk, úgyhogy egy, inkább azt mondom, kis törzs közönségnek fogjuk csinálni mindezt. Szerintem viszont egy kicsit más lesz, mint egy lakodalom, mert szerintem mennyasszonytánc nem, nem lesz. Mennyasszonytorta nem lesz, menyecsketánc nem lesz. Ki nem, tudja. Most nem a mennyasszonyokról fog szólni a dolog. Lehet, hogy valaki bejelenti, hogy hoppá, éppen meg szeretnék nősülni, és akkor húzzátok a szakorában. Állunk elébe. Szóval vagyunk minden további nélkül. Egy kalap alatt. Lesz egyébként valamilyen más zenei vonulat, így a szüretre való tekintettel? Tehát megjelennek inkább szürethez kapcsolódó dallamok majd? Hát őszinte legyek, aki minket kedvel, nem kifejezetten a szüretél fog jönni. Tehát mindenki megkapja maga nótáját, fejből tudjuk nagyjából, hogy kinek mi a nótája, nem nagyjából pontosan, hogy kinek mi a nótája, és ezeket természetesen így névre szóló, akkor küldözgeti az ember. Lehet is kérni személyes egyébként ilyenkor? Persze. Hát oda mennek, és akkor azt mondják, hogy ezt hát a szégyen lenne, ha nem tudnánk így eljátszani. Lesz-e bármilyen vendégfellépő még rajtatok kívül ezen a szüreti bálon? A szüreti bálra meghívást kapott a Bagi Muhorai Elemér népi együttes. Ők fognak egy 3-4 számos műsort adni, különböző tánc stílusokból összeállítva. Tehát akkor nem csak egy szimpla zenekari báli előadás lesz, hanem gyakorlatilag megadjuk a módját. Műsoros vacsorás est. Így van. Akkor tudunk is egy kicsit szünetelni, a nézők is kicsit változatosan látják így a estét. Kicsit el, mi is táncolni. Érthető. Milyen jövőbeli terveitek vannak, esetlegesen így a zenekar jövőjét tekintve, illetve milyen fellépések várhatóak? Fellépések azok lakodalmak vannak, már jövőre is, hál' Istennek, van már bőve. A legnagyobb terv szerintem az, hogy tehát ez a januártól decemberig lagzizni. Ugye kicsit hideg van, de azt mondom, hogy ha hétről hétre meg tudnánk csinálni, az úgy jó lenne. Mert a szezon azt mondom, hogy április vége, május elejétől október közepe végéig van, ami úgy azt mondom, hogy hétről hétre, de ha mondjuk ilyen januárban el tudjuk kezdeni, január ugye elsője ugye az ünnepnap, és akkor január első hetében első lagzi, és akkor december, vagy karácsony előtt az utolsó lagzi. Én azt mondom, hogy ez így jó lenne, ez így tervnek nem rossz, szerintem azt mondom, hogy ki tudjuk tölteni, vagy esetleg így ilyen péntek szombatot, ha azt mondják, hogy na, önökre gondoltunk, szombat foglalt, akkor áttesszük péntekre, el tudják vállalni. Tehát azt mondom, hogy ez így nagy megeléged de egységgel töltem el. Mit üzentek azoknak a kedves nézőknek, akik most itt elgondolkodtak azon, hogy akkor titeket fognak felkeresni, hogyha esetlegesen házasodásra adják a fejüket? Ne is keressenek tovább, hogy semmi értelme. Hát akkor a képernyőkön látható elérhetőségen. Kedves nézőink megtalálják az Express, Galga Express Band zenekart, és érezzék jól magukat minden egyes fellépésükön. És köszönjük, hogy a vendégeink voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Önök a Porta 17. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!